Ukrajnában a reális, a valódi szükségleteknek megfelelő létminimum 2,5-szerese a jelenleginek, és közel 6500 hrivnyát tesz ki. Erről a Szociálpolitikai Minisztérium vezetője Oksana Zsolnovics számolt be az Interfax ukrajni hírügynökségnek. A tárcavezető elmondta, amennyiben egyedülállóról van szó, akkor esetében 6000 hrivnya körüli összegre van szükség, hogy ki tudja fizetni a közüzemi szolgáltatásokat, és fedezze a mindennapi megélhetés költségeit. Viszont amennyiben több ember van egy háztartásban, akkor minden újabb személlyel a létminimum összege csökken. Meg kell értenünk, hogy ezt a minimumot nem határozhatjuk meg egyformán mindenki számára, hanem a háztartást kell figyelembe venni, hangsúlyozta a miniszter. Oksana Zsolnovics hozzátette, hogy a kormány az ország helyzete miatt egyelőre nem tervez változást a szociális garanciák összegét illetően. Másrészt viszont van egy norma, ennek alapján az állam képes biztosítani bizonyos szintű támogatást, amennyiben az anyagi helyzete ezt lehetővé teszi. Vagyis amennyiben nincs miből, akkor nem adhatunk többet. Ez a matematika. A jelenlegi háborús helyzetet nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, ezért kiadásaink teljes mértékben a hadi szükségletek fedezésére irányulnak, nyilatkozta a tárcavezető. Ukrajna 2022-es költségvetéséről szóló törvényének megfelelően július 1-től a létminimum 2600 hrivnyában lett meghatározva. Emelésre legközelebb december 1-én kerül sor, akkortól a létminimum 2684 hrivnya lesz. Az ukrán belügyminisztérium felmérése szerint biztonsági szempontból jelenleg az oktatási intézményeknek mindössze 30%-a áll készen a jelenléti oktatásra, ugyanis csak minden negyedik iskola rendelkezik óvóhellyel. Erről Denis Monasztirszki, ukrajna belügyminisztere nyilatkozott a Rada TV csatorna adásában. A tárcavezető elmondta, hogy az állami rendkívüli helyzetek szolgálata aktív munkát folytat az önkormányzatokkal, hogy megvalósítsák az óvóhelyek kialakításáról szóló központi javaslatokat. Ми закріпили за кожною школою відповідального рятувальника в регіоні. Minden iskolához hozzárendeltünk egy katasztrófa védelmi munkatársat, aki azért fog felelni, hogy mennyire áll készen a rábízott oktatási intézmény az új tanévre. A felmérések alapján azt tudom mondani, hogy jelenleg országosan már a 30%-hoz közelít a felkészült iskolák száma. Поки що цей відсоток десь добігає 30% готовності шкіл. A belügyminiszter hozzátette, hogy teljesen érthető okokból több régióban is az oktatás online formában fog majd csak elkezdődni, leginkább ott, ahol harci cselekmények zajlanak. Viszont a biztonságos hátországi megyékben, mint például a Lembergi és Ternopili megyében, valamint Kárpátalján is jelenléti oktatásra készülnek szeptembertől. Ezekben a megyékben nagyon sok áttelepült tartózkodik, akik között sok a gyermek is, akik szintén iskolába fognak járni. Ezért ott most az óvóhelyek előkészítése zajlik. Ezek lehetnek akár pincehelyiségek, vagy az iskolák földszinti részei, de azzal a feltétellel, hogy kellő felszereltséggel fognak rendelkezni. Az állami rendkívüli helyzetek szolgálata már megtette a szükséges javaslatokat és konkrét példákat adott arra vonatkozóan, hogy miként kell ennek kinéznie. Az önkormányzat ennek a megvalósításán dolgoznak. A tárcavezető megjegyezte, hogy a hátországi megyék vidéki iskolái több hiányossággal rendelkeznek, mint a városi oktatási intézmények. Mivel a városi iskolák felkészültebbek, ezért olyan alternatív megoldást is fontolóra vesznek, mint például a gyermekeknek egy szomszédos iskolába történő szállítása, ahol van óvóhely. Meggyőződésem, hogy ott, ahol ez kivitelezhető, a biztonságos jelenléti oktatás megkezdése céljából ezt meg is fogják tenni, emelte ki Denis Monasztirszki. A magyar oldalon történő vasúti pályafelújítási munkálatok miatt augusztus 15-e és 17-e között átmenetileg több záhony és csapjáratot törölnek. Erről az Ukrán Vasúttársaság adott ki közleményt. A tájékoztatás szerint a fentebb említett napokon a záhonyból csapra 18 óra 37 perckor és 20 óra 41 perckor induló, valamint a csapról záhonyba 19 óra 25 perckor és 21 óra 29 perckor induló járatok nem közlekednek majd. Ami az ezeken a napokon induló többi járatot, többek között a Budapestre és Bécsbe tartó vonatokat illeti, azok menetrendjében nem történt változás, áll a közleményben. Ukrajna legjobb labdarúgó csapatainak kárpátaljai felkészülését a helyi amatőr csapatok is segítik.
A helyi klubok számára a háború miatt nem indul bajnokság. Ennek ellenére a neves csapatok érkezésének köszönhetően nem csak formájuk megőrzésére van lehetőségük. A komoly ellenféllel folytatott meccsek során fejlesztik a képességüket és a taktikai felkészültségüket. Ezt bizonyította az Onokóci Medea és az ukrán Premier Ligás Metalist Harkiv mérkőzése is. Az ilyen ellenfelek elleni meccs nagy plusz a fiúknak, mert ennek a csapatnak olyan játékosai vannak, akiknek több mint 100 meccsük van a topligában. Tehát számukra ez egy jó tapasztalat és lehetőség arra, hogy megmutassák a képességeiket. Ha valaki jól teljesít, megragadhat a csapatban. Mindig érdekes ilyen játékosok ellen játszani, tanulhatsz valami újat. Ők profik, mi amatőrök vagyunk. Persze fel kell készülni. Nehéz volt, de jó az ilyen játék tapasztalat. A harkiviak gyakrabban támadták az ellenfél kapuját, sőt 3-0-ra elhúztak. Azonban nem volt könnyű a Metalistnak sem. Fél csapatunk 6 hónapig Törökországban volt, amikor a háború elkezdődött. A másik fele pedig itthon. A csapat nem edzett együtt, így nagyon nehéz volt. Most Törökországból megérkeznek a többiek, és elkezdjük a felkészülést a bajnokságra. Persze nehéz felkészülni, amikor a fél csapat ott van, a fele meg itt. Remélem, hogy a bajnokságig hátra lévő 18 napban megfelelően felkészülünk. A Medeával vívott meccs is ezt igazolta. A mérkőzés végéhez közeledve azonban az ungvári járásiak egy megpattant lövésnek köszönhetően szépítettek, így tisztességesen helytáltak. A végeredmény 1-3 lett.